amikor fejlesztjük egy szaktiszató vidékét, ezt a környéket, fejlesztjük a turizmust, akkor kell azokra az emberekre is gondolni, akik itt laknak, akik mindennapi életüket itt élik, akik talán ezekben a turisztikai beruházásokban tudnak is dolgozni, akik a vendéglátó helyeken fognak majd dolgozni. Tiszatónál 30 éves lemaradás van, hiszen az önkormányzatok, a települések, vállalkozók saját forrásból mindig egy kicsit fejlesztettek. Igazából látható volt, hogy lemaradt a Tiszató a környékbeli turisztikai régióktól, akár egy Eger, egy Hajdúszoboszló, nem beszélve a Balatonról. Most ezt a 30 éves lemaradást próbáljuk pótolni, hiszen a strandok fejlesztésével, a kerékpárutak fejlesztésével, a szállások fejlesztésével komplex módon akarjuk fejleszteni az ide látogatóknak az élményt, akarjuk fejleszteni a Tiszató vidékét. A Magyar Turisztikai Ügynökség kisfaludi programjának köszönhetően a Tiszatónál ugye minden település, 7 település, aki szabad stranddal rendelkezik, 100-100 millió forint fejlesztési forrást kapott, amelyet az idei évben fogunk még elkölteni. Ez nagyon jól kiegészíti a mi már egyéb fejlesztéseinket. A fejlesztésből szeretnénk megvalósítani az új recepcióépület kialakítását, az új beléptetőrendszert kívánunk kialakítani, egy fogadó épületet, amely tulajdonképpen a hozzánk érkező vendégeket a főkapunál fogadja. Parkolóautomata rendszert kívánunk kialakítani, jegykiadó automatákat szeretnénk rendszeresíteni, és mivel ide érkezik a legtöbb vendég a vásárlókra, ezért a Turinform irodát is ide szeretnénk költöztetni, hogy a legtöbb információhoz itt tudjanak jutni a kedves vendégek. Olyan vizes blokkot építünk, amelyben gyermekmosdók, gyermekvécék vannak elhelyezve, akadálymentesek és gyermekpelenkázó is beszerelésre került. Még ebből fogunk elhelyezni a turisztikai ügynökségnek a projektjéből, illetve támogatásából. Rendezvénytér kerül kialakításra, illetve egy nagyon modern, korszerű golfpálya rendszert fogunk ide építeni, ami a szabadidő kellemes eltöltését fogja még szolgálni. 100 millió forint támogatást kap Tiszafüredváros önkormányzata a szabadstrand fejlesztésére. Ebből egy nagyon komoly stégrendszert valósítunk meg, ami egyedülálló látványossága lesz a tiszafüredi szabadstrandnak. Országosan sincs ilyen stégrendszer sehol, amilyet mi megálmodtunk ide a vízfelületre. Elhelyezünk a fent a parti részen egy multifunkciós sportpályát, ahol streetballozni, lábteniszezni, teniszezni lehet, és ez a pálya mellé egy szabadtéri fitnessparkot is megépítünk. Ez nem csak ennyi, ezen felül még körülbelül 400 millió forint támogatást kap szintén a szabadstrand a topos pályázaton belül, amiből egy új főépületet építünk, különböző eszközöket szerzünk be, megújítjuk a teljes szabadstrandi partot, a parkot, a szabadtéri bútorzatot, a büfék előtti teraszrendszert. Tehát elmondható, hogy a két projekt befejezése után a tiszafüredi szabadstrand csak a helyszínében lesz azonos azzal, amit most lehet látni.